lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Szerbusztok, jó reggelt! Ez fantasztikus. Hello. Én azt gondolom, Balázs, egy picit fogytál? Egy kicsit belefogytam tegnap az erdőtűzbe, igen, egy a 6 kiló lement rólam a 60 fokban, amíg ott álltunk, és vártuk, hogy kíváncsenek minket. Egy kicsit, igen, ennyire látszik? Nem tudom, lehet, hogy csak a televízió képernyő miatt, meg ez a kis fehér póló, ez jól áll rajtad. Jaj! Ölejétek már meg egymást! Ez nem szívja a meleget. Igen. Egyébként igen. Viszont te fes vagy, csinos vagy, itt vagy, két hete nem találkoztunk, úgyhogy nagyon-nagyon vártunk. Nagyon hiányoztatok, ugyanis ugye én amikor bejövök ide a stúdióba, mindig szokott itt az előtérben lenni egy kis hungarikum, gondolom Feri jó voltából, és ez most hiányzik. Igen. És képzeljétek, hogy hiány. Nekünk is Hidel Gábor marhára. A fél kezemet odaadnám egy jókai bablevesért lassan, egyébként pedig még csak egy hete vagyunk. Egy jókai bablevesért? Nem tolod el magadtól? Undorra? Vagy jó húslevesért, vagy tényleg, egy hete vagyunk itt, még sok hetet leszünk itt, most kezdtek el igazán hiányozni a magyar ízek. Ne is mondd, Gábor, igen, mert szóval tök jó a dél-afrikai kaja, de hogy... Igen. Szinte üres a stúdió, Gábor. Nincsenek felvágottak, nincs itt a cikória kávéd, nincs itt az agavészirup. Egyébként ott ti mit esztek? Szóval ezt valaki már úgy megkérdezte tőletek, hogy ott csak rizs van, meg vagy mik vannak ott? Nem, figyelj, kifejezetten jól főznek, jól tartanak bennünket. Tegnap este olyan báránynyak volt apám körivel, hogy beleőrültem. Tényleg kiváló a dél-afrikai konyha, egy kicsit angol száz, egy kicsit afrikai, nagyon sok íz keveredik, rengeteg fűszert használnak. Vannak főleg benne. Este felé, amikor ugye a reggeli, délutáni maradékokat rakják be egy dobozba, és küldik le nekik a távol. Jó, hát akkor aztán keveredik mindenféle konyha kultúra. Hoztam nektek egy kis, nagyon jól főznek, igen. Hoztam nektek egy kis afrikai ajánlást. És hát ugye ők fogyasztanak például babot, vörös babot, és nem tudom, hogy szabad. Tényleg reggelihez adják, képzeld el, reggelihez adják. De ez gyerekek angol szokás, igen, ez angol van, szokás, a paradicsomos bab, a sausage, az ő kolbászuk, ami hát nyomoronc, egy jó békés, igen, kolbászhoz képes, de ugye ez egy angol szokás. És akkor a Jani mit eszik? Mert láttam, hogy volt egy kis görög salát, a tofu, valamelyik nap láttam a televízióban. Hát rajtad minden, Gábor. Én elmondom, mit eszik a Jani, nem fogod elhinni, szegény, két hete köretet, mert hogy tényleg, ami az, hogy salátát egy kis rizssel, rizst egy kis körettel, mert hogy egyébként nem csinálnak kifejezetten vegakajákat, pedig a dél-afrikai stábban is van sok vegakaja, ők úgy értelmezik a vegakaját, hogy a vegakaja a köret. Vagyis ha te vega vagy, akkor egyél rizst, egyél salátát, ugye? Hát ilyeneken élsz konkrétan. Hát Gábor tettet. Keresztet vetett volna, amikor látta volna az elégedettséget az arcom, amikor legutóbb beültünk Balázsal a Vinki nevű helyre, és egy nagyon jó vegetáriános hamburgert toltam, hozzá egy kis sült krumpli, utána pedig megettem egy rettenetesen finom, illetve fantasztikusan finom csokoládé tortát, amit aztán leöblítettünk egy kis light kólával. és boldog voltam. Szerintem te szívinfarktus kaptál volna, Gábor. Igen, most egészen biztos. De hát megértem, mert most Afrikában vagytok, és itt azért van néhány dolog, amit megengedhettek magatoknak, azt gondolom. Ez egy olyan. De visszamegyünk, és újra gorcső alá veszel minket, vigyázó szemeidet ránk veted, és oda fogunk figyelni. Itt kicsit néha bűnözünk. Csak egy nagy ölelés után. Igen, egy hatalmas nagy ölelés után. Jól vagy, minden rendben, jó, igen, az idő, igen. Jó kedved van. Még ha szabad Janinnak egy kis marokkói palacsintát, igen, javasolnék, ugye ott állítólag Afrikában is ismert. Kicsit messze hogy... van ide. Igen, de mégis használják Afrikában is, mert a fele búza dara, a fele pedig liszt, és agavé szirupal, banános öntettel fogyasztják. Oh. Ez nagyon jól hangzik, de nem provokálj. Mert ilyen módon? Nem kapok így. Igen, a Jani egy fél túróródér levágná a balkaromat, úgyhogy sokkal egyszerűbb dolgoknak is örülünk mi itt, azért nem vagyunk annyira jól. Ennyire igazad van. Ugye, hogy levágná? A balkarral. Nagyon hiányzik. Nagyon hiányzik. És a másik felé élet a másik karodat. Mondjad, Gábor. Mint hogyha a Viki azt mondta volna nekem, vagy azt írta volna, hogy szárított marhahús szoktál lenni, Balázs, ez igaz? Képzeld el, hogy igen, ez a biltong nevezetű étel, ezt a Feri is felfedezte, és nagy örömmel konstatálta, hogy nagyon finom. Ez fűszeres, sós, vagy milyen? Mint az állat. Mint az állat, megforgatják egy pácban a húst, tehát ezt Feri jobban tudna elmondani, ezt kiszárítják utána tulajdonképpen, besózzák még valami fűszersóval, és lelógva a bevásárlóközpontokat, ezt megveheted, egy ilyen szinte idézőesen nyereg alatt puhított, ilyen kis rákcsálni való rákcsa, ilyen kis nagyon nosolás. Jó, Gábor, úgy ennéd, mint a finom. Marhából, gnú. Kudúból kóstoltam már, szenzációs egyébként, talán antilopból is csinálják. Kudut is csinálnak, egyébként nagyon hasonlít ugye az impalához, egy ilyen kis négy elkészítve. Elkészítve egyébként, szerintem te egy perc alatt kapnál itt agyérgörcsöt, Gábor, tehát nem bírnád sokáig. Nem tudom, esetleg füstölt zabhús, vagy
Figyelj, ezek rendes emberek, Gábor. Tudod, ők tudják, hogy túl kell élni, futni kell az oroszlán elől, ahhoz kell az energia. Olyan gyönyörű sztékek vannak, hogy megőrülsz. Valamelyik este egy közel 8 kilós marha darab hevert az asztalon, és egy jó képességű szerecseny legény szelte belőle a gyönyörű szeretet. Hát, ha hiszitek, ha nem, igen. A maratonfutók döntő része vegán. Ezzel most nagyon lehet, helyes, hogy nem mondok nagyon újat. Helyes. Tehát, hogyha futni szeretnék, és a növényevő állatok is, nézzétek, nem esznek igazán húst. Na. Úgyhogy szabad vitatkoznom most a Ferivel, talán így Afrika, Magyarország távolságban. Gábor, ha ennyit fog dicsérni a mai adásban a vegákat, komolyan mondom, megdicsérem a végén, az akkodat pedig nem terveztem. Köszönöm. Na. Drága Gábor, mivel készültél nekünk, én tudom, és bologass a fejeddel, ha esetleg, vagy rázd, ha esetleg nem jól mondom, nasolás, mint témakör, ugye? Tegnap volt egy kis... Kedves témaköre. Igen, minimális tűzesetet kellett orvosolni, és nem nagyon tudtam olvasni az e-mailjeimet, inkább mentettük, ami menthető a tábor felső részéből, hogy ugye nagyon sokan nasolnak, és szerintem nagyon sokan bajban vannak... hogy mit jó nassolni, hogy lehet a nassolási vágyat egy kicsit csillapítani, ha már az ember nassol, mert nem akarunk senkit erről lebeszélni, milyen alternatívákat lehet adni, mit csináljunk, hogy egy kicsit kevesebbet nassoljunk, és ha mondjuk nem feltétlen édességre vágyunk, akkor mik azok az egyébként talán nem kézenfekvő, ugyanakkor olcsó és jó megoldások, amivel még némi vitamint is beviszünk mondjuk a szénhidrát vagy a cukor mellett. És hát a magyar azért egy nassolós nép, szerintem mindenki szeret így étkezések között kicsit csipegetni, erre rájárni, arra rájárni. Gábor összeállított egy ilyen kis étlapot, vagy igen, egy kis menüt tulajdonképpen, hogy ki mit nassoljon. Ugye Gábor, ezzel készültél? Igen, igen, végül is erről van szó. A nassolás egyébként definíció szerint az egy ilyen rendszertelen étkezés. Össze-vissza, ahogy az embernek eszébe jut, eszeget. És ez borzasztó, azt kell mondjam. Ha lehet javasolni először is azt, hogy is itt az alapelveknél szeretném kezdeni, hogy a főétkezések után 2 órán belül ne együnk. Ez most lehet, hogy furcsán hangzik, hogy nem kell rögtön, tehát megebédelek, és rögtön nem tudom én egy óra múlva pudingot, meg süteményféléket, egyebeket enni. Ugyanis a gyomorsavnak és a gyomor működésnek majdnem egy órára szüksége van, hogy elindítsa az emésztést. Most aki 1-2 órán belül elkezd enni, vagy nassolni, az borzasztó dolgot csinál magával, mert a gyomor újra kezdi a folyamatot, tehát magyarul ne lassoljunk a főétkezés után 2 órán belül. Legszívesebben azt mondanám, hogy a következő főétkezésig ne együnk semmit, de nyilván ez elrugaszkodott lenne a valóságtól. Ugye én általában 5 óránként szoktam étkezni, naponta 3-szor. Tehát magyarul a főétkezést ugye elfogyasztottuk, és folyadékot iszunk az evés után 1 órával. Próbáljátok ki, hogyha a kedves hallgatók, hogyha isznak az evés után nem rögtön, hanem egy 40-50 perccel, akkor nem lesznek éhesek, és a nassolási vágy is elmúlik gyakran. Egyébként szomjasak vagyunk, nem éhesek. Az biztos, ti is észrevettétek, hogy igazából a szervezet folyadékot kíván, és mégis a hűtőhöz megyünk. Tehát nem is tudjuk felismerni, tehát csak úgy ennék valamit, de lehet, hogy közben, ha innék, akkor egy pohár vizet mondjuk, igen. Aki nem akar nassolni, le akarja szoktatni magát, fogyókúrázni akar, és nem tudja a módszer. Nassolni vágyom, iszom egy pohár vizet, és a szervezet úgy reagál, hogy elmúlik a nassolási vágy. Így van. Egy kicsit egyébként ez úgy működik, hogy a szervezetben vízhiány alakul ki az emésztés után, illetve az evés után, az emésztés során rengeteg vizet igényel, rengeteg folyadékot az emésztőrendszer. És ezért a víz ugye a vérkeringésből kikerül, bekerül az emésztőrendszerbe, és folyadékhiányunk lesz, ezt érezzük éhségérzetnek. De hogy rá is térjek magára a témára, egyrészt, hogyha nem vizet iszik valaki, hanem mondjuk az evés után egy jó 2,5-3 órával mondjuk rizstejet. Vaníliás kis fahéjas rizstejet. Tehát nem biztos, hogy ennünk kell. Lehet, hogy egy kis cikória kávéval kéne melegítenünk, és próbáljátok, hogy teljesen beállítja a vércukorszintet és laktat. Tehát egy pohár rizstej, amikor az ember mondjuk nassolna, és akkor elveszi az éhségérzetet? Igen. Igen. Azért nem mondom, hogy tehéntej, mert biztos megint mondják, hallgatok, hogy jaj, hát már megint ezek a növényi tejek, mert a tehéntej teljesen blokkolja a gyomoremésztést, tehát tehéntejet, idézőjelben nassolni valóként tehéntejes dolgot, sajtos, túros dolgot nem szoktunk fogyasztani. Tehát magyarul először is folyadékfogyasztás. Második, ha nem víz, akkor valamilyen enyhén édesített növényi tej, ez lehet nyirfacukorral, lehet stéviával, eritrittel, tehát nem cukorral készítjük. De ha valaki azt mondja, hogy mindenképpen valamit kívánna enni, akkor lehet kapni ezt a bulátát, ismeritek? Izgalmas dolog. Hogy ne! Nagyon szeretem. De lehet kapni étcsokoládét. Nulla nélkül sehova.
A Jani itt kint már egyre többször gondol a bulátára. Már megint vicceltek. Igen. Étcsokoládés buláta. Hát legszívesebben csokoládé nélkül javasolnám, és nem tejcsoki, ahogy mondtam, hanem ha már csokoládét akar valaki enni, akkor mindenképpen az étcsokoládét válassza. Ugyanis az keserű ízű alkaloidákat, anyagokat tartalmaz, ami elveszi az édesség vágyat. Ismeritek-e a köles golyót? Ismeritek? Igen, igen, köles golyó az nagyon-nagyon jó. Ez igen. Mindenféle ízesítésben van, ezek a puffasztott köles golyók, magyaros, ilyen-olyan, ezek jók. Abszolút jók, és egyáltalán nem igényelnek szinte emésztést, viszont nagyon szépen eltelítenek. Aztán ott van a datoja, hát ez ott nálatok most elég komoly. Egyébként meg szabad kérdezni, hogy a gyümölcsök íze az jobb, édesebb, mint itt Magyarországon? Zseniálisak. Teljesen más. Döbbenet egyébként. Más a banán, más a mangó, más az ananász. Mindennek egészen más íze van. Ugye megvárják, míg teljesen megérik, és úgy szedik le. Nincs ez a mesterséges érlelés, zöld elleszedés. Teljesen más az íze. Nem lehet összehasonlítani. Más a magyar ananász. Igen. Igen, a magyar banánnak nincs olyan jó íze. Értem. Ezen kívül szoktunk fogyasztani, hát bajor mandula. Ismeritek a bajor mandulát? Biztos, ugye ez egy pici kis fahéjas cukorban mártott mandula, illetve tök mag, vagy magyaró. Igaz, hogy van rajta cukor, de a benne lévő, ugye a mandulában lévő magnézium és B6 vitamin teljesen elosztja a cukrot. Ugye ez a kulcs. Tudod, mit akartam kérdezni, Gábor, hogy nagyon sokan nassolják ezeket a kis kesudió, pisztácia, kaphatóak ezek a hosszú, ilyen vékony csomagolásban. Az ember diákcsemege jellegű. Diákcsemege jelleggel, beleöntöd, eszel, tényleg elveszi az éhségérzetet, kicsit ugyan sós, de ugye ezek a mandula, mogyoró, kesudió, ezek egyébként ásványi anyagtartalommal jók, nem? Tehát, mint nassolás, ez rendkívül jók. A probléma az, hogy ezeknek az emésztés ideje is elég nagy. Tehát ez nassolni valóként egy kicsit luxus, mert ugye több óra, mire a szervezet ezt a gyomorból ugye megemészti és továbbítja a bélrendszerbe. Egyébként, ahogy mondtam, az ásványok és a B-vitaminok miatt teljesen beállítják a vércukorszintet, ezért alkalmasak, de megvallom, hogy ha a főétkezés végén eszek néhány szemmandulát, akkor nincs szükség 2-3 óra múlva nassolni valóra, mert ugyanazt a hatást elérjük vele. És a gyereknek, amikor például nassolni van kedve, és mondjuk az ember asszal gyümölcsöket, ugye nagyon népszerű ez az asszal szilva, tudod, mindenféle kis gázzal lefújva belerakják ilyen zacskóba, ami ugyan van cukortartalma, de az ember nem tudja, hogy mennyi. Ezek jók, ezek adhatóak gyereknek, hogy mondjuk egy kis asszal szilva, asszal gyümölcs ezzel nassoljon? Én azt mondom, hogy igen. Igen. Nyilván a mai világban az élelmiszeripar sok mindennek képes, és mindennek az ellenkezőjére is. Az aszalványok között is találunk kénezettet, nem kénezettet, olyat, amit húzattak cukoroltatban, és amelyet nem. Nyilván terméke válogatja, de a kérdésedre a válasz az, hogy aszalványokat adjunk a gyereknek. Rettentően jó lúg képző, tehát bázisképző hatása van. De egyszer mondtad, hogy ezeket áthúzzák egy ilyen cukorprésen, ugye, amivel tömeget növelnek a cukor által. Egyszer erről meséltél, hogy az óvatosan... A kandírozott. Az a kandírozott volt, az amikor mondtad, hogy óvatosan adjuk a gyereknek, mert hogy ebben is van valami élelmiszeripari csalás, hogy ilyen cukoros mázba teszik, megnő a tömege, és aztán itt tulajdonképpen tömény cukrot adsz a gyereknek. Az nem ez. Az nem a kandírozás, hanem a húzatás nevű folyamat, ami azt jelenti, hogy kiszippantják a gyümölcsökből, amikor ugye nyers, a levegőt, rengeteg levegő van az almában, a körtében, a gyümölcsökben, és a levegő helyére erős vákumban cukoroldatot tesznek, ugye ennek van egy szakmai megoldása, és a levegő helyére cukoroldat kerül, majd a szárításkor, mint egy válfa ruhát, ugye, amikor szárítjuk, a cukor nem szárad, nem illan el, és ezért a termék nagyobb térfogatú lesz, sokkal édesebb lesz. Ugye így készülnek például egyes banáncsipszek, almacsipszek, egyebek, de van ennek egészséges formája. Onnan tudjuk megállapítani, hogy ropogós. Ha ropogós egy chips, tehát nagyon törik, az valószínű, hogy cukros, mert az merevvé teszi, de hogyha egy olyan asszalt, szilvát, mazsolát vásárolsz, ami zselés, kifejezetten pektines, akkor az nem valószínű, hogy cukroztál. Na de Mária Gábor, persze, ha már szóba került a kandírozás, azért tegyük ezt helyre, mert a kandírozás az ugyanúgy káros lehet mondjuk a gyerekre, pontosan azért, mert ugye ez egy olyan tartósítási módszer, amikor cukorban tartósítják a gyümölcsöt, és hiába gyümölcs, hogyha cukorral növelik meg egyébként a kalóriatartalmát. Ez így van. Nem? Ez így van. Hozzá kell tennem, hogy igen, ugye, ahogy mondtam, ezt a bajor mandulát is, tehát, hogy most azzal operálnak, hogy a mandulát, illetve a dióféléket és az aszalványokat cukrozzák és cukorba mártják. Hogy hát, hogyha itt többet fogunk belőle enni, ez nem jó folyamat. Én szerintem egy aszalt szilvának, egy aszalt
sárga baracnak rendkívül finom édeskés íze van, és az a kis savanykás íz az még kell is a gyümölcsbe. Tehát nekem túl édesek, és én nem is értem, hogy miért van szükség ezekre. Illetve hát a tartóság miatt azt mondják, de egy jó aszalvány az jól tárolható. Ettetek már jó kis alma chipset? Biztos, igen. Ami nincsen ugye cukrozva, és nagyon kellemes édes savanykás íze van, teljesen elveszi az édesség és az éhség érzetet. Azok a nők, akik mondjuk így figyelnének a bőrükre, bevinnének némi vitamint, azoknak mit ajánlasz? Ugye a nők is azért nagy nassolók, sokan inkább az édesség felé nyúlnak, de mint alternatíva, mondjuk jó a bőrnek, avokádó, nem tudom, csak így hasraütésszerűen kérdezem, hogy mik a jó női nassolnivalók, vagy mit érdemes a nőknek eszegetni? Hát én megmondom őszintén, hogy nyilván nem munkahelyen, hanem hogyha otthon vagyok, van a fagyasztó szekrényben egy-két doboz ilyen fagyasztott gyümölcs, színes gyümölcs, és azt bedobom a turmixba, egy fél banán hozzá, egy kis méz, és ebből készül egy otthon ilyen kis fagyi jellegű valami, egy ilyen parfé jellegű valami, és ez rendkívül jó. Most nyilván ez sem egy evés után már beerjesztheti a gyomortartalmat, de mondjuk egy 2,5-3 órával az étkezés után már a gyomorban igazán nincs étel. Ilyenekkel szoktunk operálni. Sőt, akár a munkahelyre is telepíthető egy turmix gép, nem tudom, ez mennyire durva, amit most mondok. Hogy akár... És a mélyhűtő is. Így van. Igen, az általában van. Elvileg, igen. Igen, mélyhűtő az van, az még inkább van egyébként. A fagyasztott banán, egyébként a fagyasztott banánból otthon készített banánfagyi az egyik legfinomabb dolog a világon. Fantasztikus. És nagyon egyszerű dolog, berakom a banánt, nem tudom, egy nappal korábban a fagyasztóba, utána kiveszem, egy picit erről hagyom, kicsit megpuhul, és egy-két fűszerrel, fahéjjal összeturmixolva, akár növényi tejporral, egyebekkel, egy fantasztikus, édes ízű shake lesz belőle, amit ha megiszom, kb. 2-3 óráig nem vagyok éhes. Nyilván egy kis cikolja kávé is tehető bele. Oh. Az mindenféleképpen igen. Jó, tehát akkor okosan kell, ugye? És vannak alternatívák. Így van. Ez a Balázs, lényeg. Még ha szabad hozzátennem, hogy igen? Chipseket készítenek egyébként zöldségekből is. Ez egyébként az új irány. Ilyen, hogy sárga répa chips. Ugye ezt nem kell cukrozni. Cékla chips, különböző zellel chips. Elképesztő, hogy milyen jó ízeket lehet komponálni, hogy szárításkor az aromák jó része benne tud maradni a termékben. És én zöldségcsipszeket is vásárolok, és ezeket is használom. Rendkívüli, lugosító, jó ásványanyag forrás, és könnyen emészthetőek. És ezeket gondolom, hogy nem szórják meg mesterséges ízfokozókkal, nátriumglutamáttal, nem jellemző. Nyilván nem teszik ezeket. És egy sárga répa, egy aszalt sárga répa kocka, vagy inkább ilyen chips jellegű, ugye ez olyan édes, ugye, mert teljesen eltávozik a víz belőle, ez gyakorlatilag édes ízű. Pedig sárga répa is nincsen cukrozva. Ugye ezek csemegefajták. És akkor a hatóanyag tartalom az ugyanúgy benne marad. Tehát a gyerek kezébe belenyomom, ha mondjuk a sárgarépát nem eszi meg, mert melyik gyerek eszi meg a sárgarépát, az biztos, hogy valami baja van, ugye? Vagy nagyon szerencsés a szülő, tehát gyümölcsöt adni, vagy zöldséget a gyerek kezébe nagyon nehéz. De mondjuk a kicsit trükközöm, és chips formájába adom oda, szerintem akkor a hatóanyag tartalom ugyanúgy átmegy, és ugyanúgy benne igen. van, tehát nem vészel a feldolgozás közben. Nálunk hát igen. faluhelyen úgy csinálják a chipset, hogy a hasalja szalonnából vékonyat vágnak, serpenyőbe kiolvasztod a zsírt, jó megbarnul, és így összetörögeted ilyen egy centisre, és így úgy ropog te. Ez a beszéd, ezért jó ez a műsor, gyerekek. Mert annyi világlátás találkozik. Itt vagyunk mi, itt a Gábor, itt vagy tehát nem jó, mindenki. Csipszezünk. Megtalálja magáét ebben a műsorban. A sárga répa chips. Gábor, kicsit izzadni kezdtél. Igen, hirtelen. Ez is chips, tudod? Ne, Gábor, ne álljon meg a szíved, ez egy másik kultúra, de ez is létezik. Csak mondom, hogy van a sárgarépa chips, na. meg a szalonna chips. Ennyi. Az ennyi. Is tök természetes, érted, makkoltatott disznóból csináljuk, olyan az íze, hogy megőrülsz. Gábor, a Feri nem egy répával, vagy egy céklával kezébe rohangált kis purdrékorában, hanem egy pörkölt marhafüllel, vagy disznófüllel. Érted, miközben fociztak a hólyaggal. Én nem ellened vagyok, Gábor, teljesen egyetértek vele, csak mondok néha alternatív megoldásokat. Fociztak a hólyaggal. Fociztunk, igen. Hogyne, azóta tudom. A legnagyobb ünnep, tudod, a disznóvágásról. Úgy értem, hogy... És igen, mondjad, Gábor. Szóval az a nehéz, hogy tényleg az ember úgy ül le ide a mikrofon elé, hogy hiányoztatok. És úgy áll fel a mikrofontól. És ugye? Egy perc alatt tönkre tudom tenni. Ezek egy picit olyan övönerőli ütésnek érzem, de megértem, hiszen képviselni kell ugye széles néprétegeket is. És különösen, amit Feri javasol, gondolom, hogy az jó minőségű állati termékből készül. A te, nálam csak jó minőségű. Makkoltatott, hát mondtam. Makkoltatott disznó, most mondtam el. Jaj. Makkoltatott. Én úgy szeretlek mindannyiótokat, komolyan mondom, hogy mindenki a saját valóságában él. Én hagynám a baradlai, te ennél a szalonnát, a Gábor
teljesen le az állati fehérjével, és együnk zapkorbát én, meg répa csipszet. Én imádom az alma csipszet is belemártogatva, belga csokiba. Te nyomod az édességvonalat, és aztán a hallgató pedig hallgat minket, és nem tudja, hogy miért, de elszedegeti azokat a morzsákat, amit megtalál, vagy benned, vagy a Gáborban, bennem keveset, de hogy egyébként azért, hogy mindenki egy kicsit hozzátesz, de jó. Gábor, még egy alternatívát mondjál, mert tényleg de ez tök komoly kérdés, mert ugye te itt édes csipszekről beszélsz. Igen. A gyerekek nagy többsége... Nem, ezek a répák azok sósak? A répa nem, az édes. A sós? Édes csipszek, az Eller csipsz, a répa csipsz, azok sós csipszek, nem? De, most igen, enyhén édeskés íze van a sárgarépának, mint az Eller csipsz, az nem kifejezetten na, édes. Na, hogy a gyerek... Az nem, igen. Aha, tehát az már jó alternatíva, csak azért kérdés, mert a gyerekek nagy többsége ezt a chipset, amikor chipsre gondol, akkor ugye ez a krumpli szíromból készült, sós ízű, arra van valami jó megoldás? Mert arra például örülnék, ha tudsz mondani. Olyat, ami sós ízű, de mégis... A Zeller chips, én ezt az például kifejezetten sósan csinálják. Igazából a burgonya chipseket sok támadás érte, de én magam is beszéltem chipsgyártókkal, és ugye igazából a burgonya chipseket nem... Egy székhez kötözve a fejeden egy zsákkal? hogy kerültél te oda, erre voltak? Mondjad, Gábor? Az egyik műsor után egyébként egész komolyan így volt, de az nem Klassz FM-es műsor volt. Fölhívott egy chipsgyárnak az ügyvezetője, és beszéltünk egy pár percet, hogy is van ez. Na. A chips kérdés. És megkaptam, illetve hát értesültem az új technológiákról, tehát mint a margarin gyártásnál is, itt is azért vannak pozitív elmozdulások. Itt a fűszeres sós íz, ami ugye esetleg hát az ízvilágot befolyásolja, maga a burgonya, ugye mint olyan, az nem egészségtelen egyáltalán, csak valaki túlzásba viszi a chips fogyasztást, akkor elég sok nátriumot visz be, utána nem vizet fog inni, hanem mondjuk, bocsánat, valamilyen szénsavas üdítőital, tehát ugye itt ezek egymás után hozzák egyik a másikat. Tehát igazából a burgonya csísz, vagy burgonya szíromban én akkora problémát nem látok, csak ha nasolnivalóként esszük, akkor nem tudom, hogy érdemes-e. Szóval hogy miért esszük? Keményítőre így ilyen mennyiségben nem biztos, hogy szükség van. A chips gyártó egyébként azt mondta, hogy ez hangulati élelmiszer, tehát nem azért esszük, hogy jól lakjunk vele, hanem ez egy hangulatnak a része, hogy elmész, nem tudom én, moziba, ide, oda, amoda, és egyszerűen veszel egy chipset. Ezt egyébként teljesen megértem, csak akkor ne állítsuk nyilván be egészségesnek, ez egy hangulati élelmiszer, egy kréker, egy nasolni való lényegében. Hogyne, ezért... tegnap lehoztak a táborba egy dobozzal paprikással, figyelj, én régen örültem valamire ennyire komolyan. De meg egy zacskó. Én gyerekek, de, egészség, nem, én azért elég mélyen lehettek, hogyha így... Én olyan boldog voltam, hogy megettem egy zacskó paprikás chipset, régen vágytam ennyire valami minimálisan hazai ízre egyébként, igen. Jó, és az, persze, és az, beszélünk az igaz, majd erről is, igen? Hogy ettetek gnút? Az igaz, igaz. Lehet, hogy ettünk. És nem biztos, gnút és gnút. Maradjunk ennyiben, lehet. És annak milyen íze van? Marhához hasonló? Érdekes egyébként, aha. Kicsit szárazabb, igen, de és ez ilyen, a biltagot is megcsinálja. Halak, tengergyümölcsei? Van. Hát a tengergyümölcs ez nem annyira jellemző, bár a boltban én már láttam, nagyon szép kínálat van. Itt Szardéniából? Nem, rendesen friss kagyló, meg friss rák, meg hal. Amit ma fogok enni, Gábor, mondom neked, ma krokodil ebédre megyünk. Konkrétan. De krokodil hús, tehát hogy mi fogjuk enni a krokit, nem ő bennünket. Ó. Illetve ez jól át kell sűrűni, tudja. Szerintem csirke mellett. De... Igen. Jól van, Gáborom, mit reggeliztél ma reggel? Kérlek szépen, mézes süldiót készítettem még este. Jaj, de szeretlek, most úgy oda bújnék. Közelebb hozzam a tévét. Most dölelgetnélek meg nagyon. Ki reggelizik mézes süldió? De nem önmagában. Én csíplek téged, Gábor, alapvetően, de nem. Tehát ez már az abszurd. Figyelj, neked mennyi időd van egy reggelire? Másfél óra, érted? Nem, ezt estem. Három gyereket. Igen. Ja, este megcsinálod. És fontos dolog, hogy körtével. Nem, ezt körtével fogyasztottam. És két szeret pirítóssal. Azért, hogy körtével világított. Igen, két szeret pirítóssal. Igen, és mivel, hogy ti Afrikában vagytok, ezért egy kis datóját vásároltam, illetve ananász konzervet. Az a baj, hogy itt nem lehet kapni igazán jó ananászt, mármint, hogy nyersen lehet, de én most nem vacakoltam vele. Ananász konzervet vásároltam, és megszabadítottam a cukros felöntőlétől, és azt fogyasztottam el hozzám. Egy kis házi alma chipszel fogyasztottam. Jól laktam ezektől. Fogyasszál még sok ilyen dolgot, mi majd eszünk valamit. Nagyon szeretlek, Gábor. Viszont Balázs, azt szeretném neked mondani, hogy nektek, hogy az erdőtűz miatt vélhetően dioxin és benzpirén került a szervezetetekbe. De szeretlek. Így van. És hogy vegyük ki? Ezt egészen, nekünk tegnap került, mert elég nagy füst volt, igen. Ezt egészen komolyan mondom, hogy a ti szervezetetekben most viszonylag sok oxidáció történik, tehát gyökös folyamatok vannak, ezért káposzta. Én éreztem is reggel, de gyökösödök.
Igen? Káposzta, karfiol. Igen, hogy káposzta, karfiol, karalábé, ezek tipikusan fogják a dioxint is. Pontos, hogy K betűsűek legyenek? Igen, mert ezek a keresztes virágok, ezek rendkívül fontosak, és ha egy kis nyers petrezselyemzöldet tudnátok rákcsálni, egészen komolyan nem viccből mondom, ez fontos volna most az erdőtűz után. Tehát fehér répa, karalábé, petrezselyem zöld, egy kis cékla, reszelt cékla. Hasznos volna most nektek. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.